Jó ízűen haraptak a vajas mézes kenyérbe az alsó tagozatos diákok tolnán. Az első tanóra előtt látta őket vendégül teljesen ingyen a város egyik méhésze. Megtömték pocakjukat virágnektárral. Nem csak ettek a méhek által készített édes élelmiszerből a gyerekek, hanem fontos információkat is megtudtak róla. Rendszeresen szoktam menni, mert hogyha beteg vagyok, akkor is. De torokfájásra nagyon jó. Igen. Tolnán 2014-ben rendeztek először mézes reggelit helyi iskolásoknak. A mézet azóta az egyik tanárnő férje ingyen biztosítja. A pedagógusok szerint a népszerűsítő programnak köszönhetően a kicsik egyre többet tudnak a méz pozitív élettani hatásairól. Én nagyon sokszor emlegettem a méheket, mint példa a gyerekek előtt is, valamint azt látom, hogy országos szinten is. Szerintem eredményes ez a mézes reggeli program, egyre több iskola, óvoda, intézmény kapcsolódik bele, tehát ez látható, és azt látom, hogy egyre többet foglalkoznak a mézfogyasztással. A méz nem csak finom, egészséges élelmiszer is, általános gyulladás csökkentő, segít a szív és a keringési problémák leküzdésében, és az emésztőrendszernek is jót tesz. Ennek ellenére a magyarok mindössze átlagosan 0,7 kg mézet fogyasztanak évente, míg az Európai Unió más tagállamaiban élők 2-3 kg-ot. Ezért indított el 4 éve az Országos Méhészeti Egyesület a mézes reggelit. Az a lényege, hogy emeljük a mézfogyasztást, és a gyereken keresztül meg lehet emelni a mézfogyasztást, mert a gyerek akkor mondja a szüleinek, hogy vegyünk mézet, ugye? A tolnai gyerekek a mézes reggeli után haza is vihettek az egészséges és finom élelmiszerből.